fiatalhoz kell az idős. Tehát annyira sok lett a fiatal a csapatba, és mondjuk itt a mérnöki felsőfokú végzettségi csapatba, hogy amikor jött egy volt kollégám, aki multi tapasztalattal, külföldi tapasztalattal, vagy neki kiálló 53 éves, annyira örültem neki, és nagyon pozitív lett, mert betettem a fiatalok közé, és a fiatalok visszák azt a tudást, ami neki megvan, nekik meg nincsen meg, úgyhogy
azt mondtam, hogy a szőlő, meg a dohány művelés valamilyen formában hasonlít, mert a szakértelem igénye, a eszköz igénye, a termelési költsége, az valahol még felmentálás, az valahol hasonlít, és hát ugye Magyarország, nagy Magyarországban, amikor Európa legnagyobb dohánytermelője volt, ez kevesen tudják, a legnagyobb dohány exportálója volt, most ehhez képest hát 3000 hektár dohány van ma már Magyarországon, és 5500 tonna dohány tárolnak elő, elsősorban Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, így Borsodban a csempészekről hallottam inkább, de valamikor egyébként Brügy-Ricse, ez a rész, ez dohány termelő vidék volt, és hát ugye a dohány termesztők óriási bajban vannak, a tavalyi év után, tehát a kézi